Itt ez a rendezvény az egészséges kerékpározás és annak a honosításáról, tulajdonképpen egy kerékpár hétről szól az egész. Rendőrségi bemutató lesz, bólyák közötti ügyességi verseny gyerekek között, és kereszteszlap kitöltés, akkor a táblaismeretek az nagyon fontosnak tartom. Az elkövetkező kerékpárutaknak a bővülésével kapcsolatosan, hogy azért szabályosan tudjanak a gyerekek közlekedni. A mi részünkről egy 5,1 kilométeres körversenyről van szó, szinte fél Törökszentmiklóst körbeszeli. Arról van szó, hogy csipes időmérő rendszer, ami egy kör megtételével mindig regisztrálja az illető embereket, akik áthaladnak természetesen a célkapun, és 2 óra hosszáig áll rendelkezésre mindenkinek a táv teljesítése, természetesen kortól, kerékpártól függő, hogy ki mennyit tud teljesíteni. A pályát azt próbáltuk legbiztonságosabbá tenni, polgárőrök és a rendőrség segítségét előre is köszönjük. És azt tudom még az egész rendezvényhez, hogy sisak használata és a kereszt betartása a mi részünkre, az 5,1 kilométerre mindenkinek alá kellett írni, hogy saját felelősségre természetesen, de remélem, hogy balesetmentes lesz. Folyamatosan lesz pálya fenntartók, folyamatosan mennek körbe a pályán, hogyha valaki defektet kapna, vagy leesne a lánca, vagy bármi bonyodalom történne, azokat természetesen ide a helyszín rendezéséhez beszállítjuk. Frissítő sátor áll rendelkezésre itt a célkapu előtt, bárki akármennyit le tud pihenni, szénsavas és szénsavmentes ásványvízzel tudunk szolgálni, meg frissen szeret almával. A versenyzők azok nyilvánvaló helyből is, de itt azért ezt nagyon meg kell említeni, hogy Szarvas, Gyomemlőd és Mezőtúr, mi a Pro Tour, a mi csapatunk a Törökszentmiklós Bike Team és a Pro Tourral együtt, az a mezőtúriaknak a csapata. Együtt megyünk országos versenyekre, úgy, mint a Tiszatókör, Kékes Csúcsámadás és a 24 órás verseny. Ott egyénével párosba elég jó eredményeket értünk el. A Pro Tourt azt külön kiemelném, mert párosba egy harmadik eredményt értek el. 840 valány kilométer tekertek 24 óra alatt. Ami viszont nagyon érdekes, hogy meg lett hívva a Tour de Hungary, ami Magyarországon ugye az egyik legkiemeltebb körverseny volt idén. A Tour de France az 3 hetes, a magyar az 1 hetes volt, de ugyanaz a konferencia jött le, meg a zsűri elnökbe benne volt, aki a Tour de France-on onnan ide jött, nagyon meg volt elégedve a magyar szervezéssel, és ami a leglényegesebb, hogy Pály Csaba a Békási színeibe, aki indult ezen a igen neves rendezvényen, az most is itt van. Még Pály Csabának a nevéhez annyi fűződik, hogy 3 éve egy 24 órás versenyen elért országos csúcsot nem tudtak azóta sem megdönteni, ami 798 kilométer. És még van itt egy illető, az Kéki Tamás, aki egy triatlon országos bajnok. Az olimpiáról annyit, hogy én 2010-ben egy 2010 London olimpiai programnak voltam a tagja, egy éven keresztül, egy 2009-es jól sikerült év után beválogattak, azonban pont a 2010-es évem sikerült rosszul, úgyhogy utána abból ki is kerültem. Az ellopott bicikliről annyit, hogy Kanáriról tartottunk edzőtáborba, a Kanári-szigetekre. Amikor én megérkeztem a repülőn, a biciklim azonban már nem, úgyhogy kölcsön biciklivel kellett 3,5 héten keresztül edzenem. És meg se lett a bicikli? Nem került elő a biciklim. És egy ilyen kerékpár bicikli mennyibe kerül, így értékben, Satzperkában? Hát ez a bicikli az olyan 1,5 millió forint közötti értéket képviselt. Hát akkor ez sem olcsó mulatság, szeretnek téged otthon, hogy ilyen sportágat választottál. Most erre a versenyre hogy jutottál el? Erre a versenyre Bíró László, a Mezőtúri Kerékpáros Egyesületnek a vezetője hívott el, és ő általa értesültem erről az eseményről, és így jöttem el. Mert most ez egy hosszú kiadásnak a visszatérése, mert én 3 éve egyetlen egy versenyen sem indultam, mert igazából edzeni sem edzettem, most kezdtem újra. És miért hagytál ki 3-at? Hát végül is az egyetemet választottam a sport helyett, és így most, hogy már elvégeztem az egyetemet, így amatőr szinten visszatértem.
Én köszönöm szépen, és sok sikert kívánunk. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen. Első Tour de Török Szent Miklós, ahol azért köszönhetünk igen neves kerékpárosokat is, így például a DKS-i színeiben Pályi Csabát, aki majd mindjárt elárulja, hogy minek köszönhetjük, hogy eljött ide az első Tour de Török Szent Miklósra, az első próbálkozásra. Igen, sziasztok. Hát annak köszönhető, hogy itt lakok nagyon közel ugye mezőtúron, 20 kilométerre, és ugye részben a mezőtúri csapat szervezésében kerül megrendezésre, és ugye szóltak, hogy jöjjek át, hogyha ráérek, és ugye ez nekem egy jó kis edzés lesz így. És úgy tudom, hogy neked országos csúcsod is van. Igen, 24 órás országos csúcsom van. Hát az kicsit azért másabb történet, de... Mesélj róla, hallgatom, milyen egy 24 órás kerékpárverseny. Hosszú. Hát ugye az teljesen más felkészülést igényel, az egy nyugodtabb, lassabb verseny úgymond. Ugye 24 órán keresztül zajlik, én úgy csináltam, hogy 3-4 óránként álltam meg egy 3-4-5 percre, szusszantam egy kicsit és mentem tovább. És ez mit jelent óránként, hány kilométerrel tekersz? Hát ilyen 35 körüli átlagot. Viszak, és akkor ugye így jön ki, ilyen 33 körül jött ki a legvégére, azt hiszem, a pihenőkkel, mindennel együtt. És így akkor mennyi az országos csúcskilométerben 24 órás kerékpárversenynél? 798 kilométer. Én egyéni vagyok, tehát én nem vagyok a Török Szent Miklósi csapat tagja, tehát Török Szent Miklósi vagyok, csak nem tartozom közéjük, tehát, de Török Szent Miklósi. Miért jöttél el erre a versenyre? Végülis én szoktam versenyek járni, tehát ugyanúgy futok, biciklizek, tehát megmérettetés, tehát maga, hogy ezt is teljesítettem, ezt is tudtam teljesíteni. És semmi más, tehát magam részéről csak, hogy... Honnan a szeretet a kerékpározás után? Kerékpározás? Hát végül is, én inkább futottam régebben, és az egyik ismerősömnek van kerékpár, és végül is ő iránta próbáltam ki, és megtetszett. Tehát egy az, hogy az egészségre és a lábra, és a lábam az már nem bírja úgy a futást, és inkább átvált a kerékpározásra. Tehát ilyen versenyekre szoktál járni, vagy? Hát, hogy az időm is energiám engedi, tehát idén még csak a Tiszaton voltam, Tiszaton megkerülése volt csak egy alkalommal, tehát az idén kihagytam el, le voltam sérülve, volt egy kis ízületi gyulladásom a térdembe, és egyedül végig csak ez a második versenyem az idén, tehát volt egy kékes csúcsfutásom, meg ez a harmadik végig, harmadik, meg volt egy kerékpározás, kékes csúcsfutás. Eredményekről tudunk-e beszélni? Volt még egy bicogó maratonom, az volt a legeredményesebb az idén, ott harmadikok lettünk Kovács Zoltánnal, ő egy török szemmikrósi lakos, és ővel lefutottuk és bicikliztük le, és ott harmadik helyzetet értük el. Tehát, hát végül is ez, mert többi az csak teljesítés, tehát hát eléggé gyenge vagyok tehát ebbe a mezőnybe, a futás és a biciklizésbe, tehát akik tudok többet sportolni, tehát menni, tehát jobban ráérnek. Kerékpárodról mit kell tudni? Van-e valami különlegesség? Különlegesség? Végül is semmi. Különlegesség az ember maga, aki tekeri, tehát bármilyen bicikli lehet jó, hát mondjuk az élsportban az biztos, hogy számít a kerékpár is, de én úgy érzem, hogy hát mindig úgy van az, hogy aki rajta ül, tehát ki mennyit bír edzeni. Tehát az élsportban biztos, hogy sokkal jobb, hogyha egy könnyebb kerékpárral tud indulni, egy több váltós rendszerrel, tehát de így az én részemről szerintem tök mindegy, hogy akár mehetnék egy sima mezei biciklivel is, tehát hogyha teljesíti az ember. Az edzésekről mit lehet elmondani? Hogyan képzeljük el egy kerékpáros, hogyan tartja magát formában? Hát én erről igazán nem tudok sokat mondani, tehát én úgy edzek, hogy mikor időm van. Tehát amíg fáradt is vagyok a melóból, hazaérek, akkor elmegyek tekerni. Hát én 60-tól indul az edzésem, tehát 60 km alatt nem igen szoktam elmenni. Tehát
elmúlt hét vasárnap voltam utoljára kerékpáron, akkor 115 kilométer bicikliztünk a srácokkal. Úgyhogy, de vannak a mezőtúriak, például ők sokkal többet tudnának mondani erről a sportról. Csak így néhányan bringázgattunk így a városban, ilyen országúti bringákkal. Utána pedig így egyszer rám találtok tavaly, hogy nem lenne kedvem esetleg így csatlakozni, és akkor néha túrázgatni, meg versenyekre járni. És aztán én mondtam, hogy igen, de szívesen mennék. Aztán azóta így amatőr versenyekre járunk, túrázgatunk, igazából ennyi. Jó, ez egy körverseny lesz, 5,1 km egy kör, és 2 órán keresztül kell majd körözgetnünk, és a lényeg, hogy minél több kilométert letekerjünk. Ennyi a cél. Értem. És profik, amatőrök, kik azok, akik ide jelentkeznek? Hát igazából ide amatőrök elsősorban. Vannak itt komolyabb versenyzők is, de elsősorban amatőrök indulnak. Van-e valami, ami meg van határozva, hogy ki az, aki jelentkezhet ide, milyen felszerelések kellenek? Igazából csak annyi a lényeg, hogy kerékpáros bukósisak használata kötelező, egyébként bárki jelentkezhet. Csak annyi, hogyha jól tudom, hogy 14 éven alul a felnőtt beleegyezése is szükséges, hogy elindulhasson. De azon kívül bármilyen bringával el lehet indulni, nem csak országútikkal. A te kerékpárodról mit kell tudni, hány kilométer van benne? Ebben még nincsen sok, igazából használtam, vettem. Körülbelül egy olyan 6-700 kilométer van benne. Egy tavalyi évjáratú modell amúgy, egy karbonvázos bicikli. Mit mondjak még róla? Annyit szoktunk, hogy amikor nem dolgozunk, egy szabadidőnk van, akkor összebeszélünk a többiekkel, és akkor elmegyünk túrázni, vagy éppen edzések is fel lehet fogni különböző távokra. Tehát például szoktunk Martfűre, Kunszentmártonra, akár mezőtúrra, Szarvasra, a Kékestetőre, ilyenek. Versenyek, eredmények? Vannak már, igazából olyan túl jó eredményeim még nincsenek, mert nemrég álltunk össze, meg tényleg hát nem sok időnk van tekerni egyikünknek sem, mert mindenki dolgozik, vagy éppen iskolába jár, de azon vagyunk, hogy minél jobb eredményeket érjünk el. És mi a cél? Hát az a cél, hogy akár országos versenyeken is minél jobb, akár dobogós eredményeket is elérjünk majd így a közeljövőben. Törökszentmiklósi önkormányzat a mobilitás hetét rendezte meg ezen a héten. Órákban, iskolákban volt eddig jelen, és utolsó zárónapként szombaton itt a piasztéren terveztünk egy záróprogramot. A Tour de Törökszentmiklós program az egy külön időpontban szerveződött volna, viszont a szervezők közti jó kapcsolatnak köszönhetően úgy gondolták a szervezők, hogy ezt egy alkalomra, egy napra kellene tenni. Nyilván ez így sokkal nagyobb létszámot, látogatói létszámot is jelent, és sokkal színvonalasabbá lehet tenni. Így megrendezésre került az első Tour de Törökszentmiklós verseny a mobilitás heti keretében. Törökszentmiklós alapvetően egy kerékpáros város, rengeteg kerékpárossal találkozunk nap, mint nap. Így úgy gondoltuk mi is, illetve a szervezők is úgy gondolták, hogy ez a város a fekvéséből, utcáiból adódóan is alkalmas arra, hogy egy Tour de Törökszentmiklóst, egy versenyt megrendezzenek. Nyilván első alkalomról beszélünk, azt is elmondhatom, hogy a elvártakhoz képest azért kevesebben regisztráltak, de hát Törökszentmiklóson minden új dolgot kicsit kétkedve fogadnak a lakosok. Így bízom benne, hogy a második Tour de Törökszentmiklós, ami jövőre kerül megrendezésre remélhetőleg, már több nézőseleget és regisztrálót fog vonzani. Verseny mellett több kísérő rendezvények is vannak, többek közt ugye itt van a rendőrség, aki a kressz oktatást is egy kicsit most előtérbe helyezte, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen nincsen oktatás a gyerekeknek sem az iskolában a kressz terén. Igen, a rendőrségre egyébként is elmondható, hogy ők nagyon profik ebben. A városban több alkalommal rendeztek már kresszel kapcsolatos rendezvényeket, de emellett itt van a Hortobágyi Nemzeti Park delegációja is. Ők is segítik a fiatalságot egy kicsit a környezettudatosabb élethez, illetve van itt egy kerékpárgyártó cég, aki támogatóként is megjelent itt a piasztéren. Lesz a folytatása ennek a mainak? Bízunk benne, rajtunk nem múlik. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik itt maradtak velünk, és megvárták a verseny végeredményét, mert hogy most már következik valóban a díjátadás, és az eredmények. De mielőtt hozzákezdenénk, azért azt tudatosítsuk, hogy az Európai Mobilitási Hét keretében voltunk itt a mai napon. Autómentes nap is volt, és az első Tour de Törökszentmiklós kerékpáros verseny. Mivel első, ezért remélhetőleg,
hagyomány lesz belőle, tehát jövőre megint csak találkozunk a második Tour de Török-Szent Miklóson. Ez a verseny a Török-Szent Miklós város önkormányzata, a Ronin Roll BT, a Chip Electronic Kft., valamint a Mezőtúri Pro Tour Egyesület jóvoltából születhetett így meg. Nagyon szépen köszönjük mindenki másnak is a segítségét, így az Öko Kft.-nek, akik itt voltak szintén velünk a piacon több mint két óra hosszán keresztül, a Hortobágyi Nemzeti Parktól is érkeztek, akik szintén a gyerekekkel foglalkoztak, szórakoztatták őket. A Török-Szent Miklósi Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület a játszóházával, pontosabban a udvarával érkezett ide hozzánk, ezen kívül a Török-Szent Miklósi rendőrkapitányság is itt volt velünk az egész nap folyamán, akik értékes ajándékokat tudtak kiosztani a gyerekeknek. De azt hiszem, hogy nem húzzuk tovább az időt, hiszen eleget vártunk már, úgyhogy következik a kerékpárverseny eredménye. Az első kategória a nők és a 25 év alattiak. Ketten neveztek ebben a kategóriában, és az első helyezett Balog Zita lett, aki két kört tett meg, 35,7 kilométert tekert le, 1 óra 54 perc alatt. Egy nagy tapsot kérünk tehát Balog Zitának, és várjuk őt sok-sok szeretettel. Még egyszer Balog Zitát szeretnénk, de jön már Zita, nézd csak Zita, oda csilláljékhoz. Tehát a 25 év alattiak kategóriájában nagyon szépet ment, tehát 35,7 km, 1 óra 54 perc alatt. Gratulálunk! 25 év alatt a második Burkalt Panna, ő 6 kört tekert le, 30,6 km teljesített, 2 óra 5 perc alatt. Gratulálunk neked is, Panna! Nagyon büszkék vagyunk rátok, hiszen ti nagyon fiatalok vagytok, tehát bőven 25 év alatt, amint az ábra is mutatja. Egy nagy tapsot kérünk most már akkor mind a két kerékpár versenyzőnek. A nőknél 25 év feletti kategóriában egy nevező volt, ő pedig Fehér Ildikó. Ő 10 kört tekert. 51 kilométert, 2 óra 8 perc alatt, nagy tapsok tehát Fehér Ildikónak, 10 körrel. Gratulálunk neked, Ildikó! Így van, nagy tapsot megérdemel, nyugodtan lehetnék. Következnek a férfiak, a 25 év alatti korosztály. Itt 6 nevező volt. A harmadik helyezett Győző Gergő lett. Ő 11 kört tekert le, 56,1 kilométert, és tulajdonképpen 2 óra 20 perc alatt tette meg mindezt. A 25 év alatti férfiaknál a második Bíró Attila. 13 körrel, 66,3 kilométerrel, 2 óra 1 perc alatt. És akkor a 25 év alatti férfiak kategóriájában első helyezett Forgó István, 14 körrel, 71,4 kilométerrel, melyet 2 óra, 9, majdnem 10 perc alatt tett meg. Jó, minden nem megy egyszerre. És akkor, hogy a többiek is tisztában legyenek az eredményeikkel, negyedik helyezett Pecske Zoltán lett, ő 9 kört tett meg, 45,9 kilométer tekert. Ötödik Ratkai Szabolcs, 9 körrel, szintén 45,9 kilométerrel, és a hatodik Kassa Károly, 4 kör, 20,4 kilométer, 1 óra 14 perc. Köszönjük szépen nekik is a részvételt. És akkor következnek a 25 év feletti, 25 év és feletti kategória a férfiaknál.
Harmadik helyezett Kovács Róbert 14 körrel, 71,4 km-rel, 2 óra 1 perc alatt.